Két éve készültek ezek a felvételek. A gyerekek háromnapos néptánctáborban vettek részt. A programoknak a Bonyhárd-Majosi Kultúrház adott otthont. Azóta az ingatlant saját forrásból folyamatosan újítja fel az önkormányzat, most pedig a képviselők arról döntöttek, hogy ehhez ismét pénzt biztosítanak. Ezt követően nem lesz akadály annak, hogy szerződést kössünk, és gyakorlatilag jövő év tavaszára átadhassuk a majosi lakosságnak nagyon-nagyon régóta várt felújított kultúrházukat. 77 millió forint nettóban az az összeg, amivel a nyertes elnyerte ezt a közbeszerzést. Az ingatlant teljes egészében saját forrásból fejleszti az önkormányzat. Tehát konkrétan meghatározott célokra osztotta föl a város költségvetésében a forrásokat, hanem egy összegben, fejlesztési tartalék címen egy jelentős összeget, 179 millió forintot határoztunk meg. Azért volt erre szükség, mert akkor még nem volt ismert az, hogy a Majosi Kultúrháznak a felújítása a kettes üteme, hiszen az elmúlt évben elkezdődött ennek az ingatlannak a felújítása, mindenképpen közbeszerzés köteles volt, hogy ennek a közbeszerzési eljárásnak mi lesz az eredménye, és pontos számok nélkül nem szerettünk volna összegeket meghatározni. A mai ülésen a fedezetről tudtunk dönteni, nagy örömünkre most már pontosan tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a második ütem, lezajlott a közbeszerzési eljárás, és a nyertes vállalkozóval a moratórium után szerződéskötési moratóriumot meg kell várnunk, ugye a jogszabály ezt pontosan előírja, ezt követően nem lesz akadály annak, hogy szerződést kössünk. A felújított Majosi Kultúrházat a tervek szerint jövő tavasszal vehetik használatba a helyiek. Az említett 179 millió forintnyi céltartalékból további fejlesztések is megkezdődnek hamarosan Bonyhárdon. Ilyen például a József utca 27-es ingatlannak a felújítása, ahol egy ingatlan részünk, egy lakás részünk lakhatatlanná vált az elmúlt időszakban, és erre fordított a képviselőtestület a döntés alapján 15,5 millió forintot. További jó hír, hogy a városban működő két futballklub is jelentős önkormányzati támogatást kap. A BVLC, illetve a Majosi Sportegyesület fordult támogatási kérelemmel Bonyhárd város önkormányzatához, és a kérelmükben szereplő összegekkel a 3, illetve 12 millió forinttal maradéktalanul támogattuk az egyesületek működését, zavartalanságát biztosítandó forrásokat az önkormányzat keretei közül. Bízom benne, hogy a következő szezonban is legalább ilyen eredményesek lesznek, mint ahogy végeztek a bajnokságokban, az NB3-ban, illetve VVLC esetében pedig a Megye 1-ben. A legutóbbi testületi ülésen a helyi polgárőrök és az önkéntes tűzoltók tavalyi évi beszámolóját is jóváhagyták a képviselők. Mindkét egyesületet kiemelten támogatja Bonyhárd város önkormányzata. A tevékenységüket jelentős forrásokkal, hiszen mindkét egyesületről azt gondoljuk, hogy olyan kimagasló, a város lakosságainak érdekeiben szolgáló munkát folytatnak, valamennyiünk érdekében és a védelmünk érdekében, amely mindenképpen kiemelt támogatásra érdemes, és bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen színvonalon fogják végezni a munkájukat. Ezúton is szívből köszönöm nekik, hogy a saját szabadidejükben, a családjuktól elvéve azt az időt a város lakosságának a védelmét szolgálják, mint a tűzoltóink, mint pedig a polgárőreink. Mindkét beszámolót a testület egyhangulag elfogadta. A bonyhádi képviselő testület a tervek szerint legközelebb július végén ülésezik majd.